Elmúlt egy évben többször is kritizáltam a női labdarúgást. Ne nyomják az arcomba, hogy női foci, meg úgy. Én nem ülök le egy női foci meccset nézni, nem is fogok. És a mai videó után lehet, hogy ezt meg fogom bánni. Ugyanis ebben a videóban elmegyek Magyarország legjobb női labdarúgóihoz, és ki fogom őket hívni egy-egy focis játékra. Feladatokat úgy állítottuk össze, hogy lesz olyan, ami inkább a technikai képességeket teszteli, mondjuk a passzolás és a cselezés, és lesz olyan, ahol a puszta fizikai erő fog dönteni. Megnézzük mégis, mennyi a különbség egy amatőr labdarúgó és egy profi női focista között. Lássuk az első kihívónkat. Itt is vagyok Fenyvesi Evelinnel, 89-es magyar női labdarúgó válogatottal, aki kiáll ellenem, méghozzá nem is akármilyen 1v1-es játékban. Ez nem a klasszikus pana lesz most, Evelin, hanem te fogsz először védekezni, én meg rávezetem majd a labdát. Ez a cél, hogy elvigyem melletted, majd a kiskapuba betaláljak, aztán meg megforgatjuk a szerepeket. Mit érzel? Menni fog ez? Abszolút, alig várom, majd leszereljelek. A védekezés vagy a támadás lesz inkább neked a komfortosabb? Talán inkább a védekezés, de azért majd megpróbálom megszínezni a támadást. Színez. Azért megjegyezném, én ebben a feladatban érzem a legbiztosabbnak magam, mert bízom benne, hogy azért a cseleket le fogom tudni követni, de mindegy, nem akarok nagy tippeket mondani így a játék előtt, de nézzük meg. Na Birkerte, tippeljük meg, hogy hány gólt fog rúgni. 5-ször viszi rá. Igen. És abból mennyi lesz szerinted gól? 2. Egy. 2. Jó. X-ra lehozzák, és a lövés erősségben Nabil ki fog szokni. Jó, oké, ez lesz a mi előítéletünk. Messi vagy Ronaldós vagy, Evelin? Messi. Akkor Messi-sen cselezlek ki először. Ujjaj! Ujjaj! Ezt már remélem vetted. 3, 2, 1, mehet. Ez meg tényleg ilyen. Ujj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 
Egy neked. Aj! Ez már megnyert volt pedig. Figyelj, csúnya pont, de I will take it. Mákod volt, mint az áll. Nem volt mákom. Annyira gyors volt a lábam, hogy nem bírta lekövetni szegény. Nem is gondoltam, hogy ilyen gyors vagy. Oké. Okay. Figyelj, menj már, mosogatni inkább. Ezt akartad? Menjünk innen. Sziasztok! Várjál, még van kettő. Szoktál védőt játszani, ugye, vagy? Igen, hát védekező középpályát. Mutasd meg. Húha, van baj. Ne! Ez az én pontom, igaz? Hát így, hogy nem ment be. Azért megjettél, amikor jött a szél. Hát meg, összeszek, de... Arrohadt élet. Azt szokták mondani, hogy akkor van értelme, ha marad a labda a birtokunkban, vagy esetleg gól. Becsületpont, gyere. Jól van, menjünk. Most meghúztam az oroszlán bajszát, igaz? Áj! Jobban ki kellett volna tolni. Azt mondtad, ez a játék az erősséged. Mennyit mondtál, Milu? Bíztál bennem, hogy kettőt megcsinálok? Szóval forgunk egyet, és most megnézzük, milyen vagyok védőként. Arra a télet. Már is jössz? Jól van. Persze. Figyeld, hogy véd. Hú, ott egy pillanatig meleg volt a pite. Ez jó volt. Ami jó, az jó, azt el kell ismernem. Ami jó, az jó, azt el kell ismernem. Ezeket mind ismerem, tesó. Itt van, mint egy szótár, olyan a fejem. Az összes csel itt van benne. 3, 2, 1. Mondtam, hogy védő vagyok. Igazoljatok le. Hova kell védő? Mondjad. Jobb vagy ballábas vagy? Picit ez, picit az. Mindkettő az eléggé patika, szóval. Ó, jaj. Azt csak buszra szállásnak használod? Nagyon maximum. 3, 2, 1. Nem kéne hagyni, hogy lendületből. Yes. Nem szabad ilyen közel. Az igen! Az rendben volt. Az rendben volt. Ne! Nem is kéne rúgni ezt! Hú, de meleg volt a pit, hogy a karrierem ilyen közel állt ahhoz, hogy véget érjen.
Jó, az első játékban szépen helytáltál, azért egy 89-es válogatottal, lehet, hogy alábecsültelek egy picit, azt hittem, hogy azt simán behúzom. Bízom benne, hogy a lövőerőm, nagyon rég használtam, de a helyén lesz. Nem tudom, tudtátok-e, de Evelyn az első Ergol női szponzorát, szóval most jól látom, az új csuka is van rajtad, amit most kaptál, végre megérkezett. Hát lássuk, hogy sikerül benne, de kezdem is, figyelj, nem húzom tovább az időt. Három lövésünk lesz, és majd a legerősebb fog számítani. Néztem Lippi videóját, tudom hányat kell hátralépni a maximális erőhöz, szóval... Azt hiszem 6 volt. Húha, ilyen Ronaldos? A sztori? 6. Futball mítoszos sztori. Ja. Te mennyit rúgtál, Lippi? Mi volt a legtöbb abban? 112. Azt tedd ki? Hú-hú. Mondja csak, mennyi az annyi? 100. Hú, de izgatott vagyok. Úgy, hogy el is higgy. Tényleg az vagyok, hát. Hogyha bebombázol valami 110-et, akkor elsírom magam. Az... Szép volt. Szép volt. Egynek jó. Egynek jó. 99. Gyakorolj még egy picit, Evelyn. Második próba. Mehetünk? Na figyelj, Bika, a láb. Ostor a láb. Azt elfelejtettem kérdezni, hogy gólnak kell lenni? Igen, be kéne mennie. Ú, ez nagyon gyenge! Nagyon helyes. 101. Ne! Ez nem volt 101. Láttam a szememmel. Ja, várj, az jó volt, ami oda... Még jó, hogy itt a labdafogó háló. Jó, na. Akkor rúg egy harmadikat. Azért ez nem volt rossz. Ez volt a lapos? Hát, laposabb volt, mint az előző. Na? 100. Nem 100? Hogy nézzem? Hogy miért? A rohadt életbe. Köszi. Nagyon örültem. Na itt vagyok most Siklér Kingával, négyszeres női labdarúgó válogatottal, aki mellestek csatár, és két feladatba fogjuk egymást próbára tenni. Az első egy ilyen akadálypálya, amit hoztunk, ezzel főleg a gyorsaságot, illetve az irányváltásokat mérjük. Mit gondolsz itt, hogy fogsz teljesíteni hozzám képest? Hát úgy gondolom, hogy mi azért az edzésen sokkal többet gyakoroljuk ezeket a feladatokat, illetve... Szóval én vagyok az esélytelen, kvázi? Azt mondod? Hát nem akartam kimondani, de ha jó, úgy nézzük, akkor igen, így. De meglátjuk. Amúgy végre valaki így áll hozzá, ez nem rossz kezdésnek. Legyen 3 kör, és akkor megnézzük, hogy összességében ki a jobb. Így a legigazságosabb, nem? Oké. Szeretnél arra vagy erre indulni? Hát inkább erre. Persze, oké, mindegy. Illedelmes vagyok, felkínálom. Hát akkor Kinga, vázolom a feladatot. Feladatot úgy kezdjük, hogy egymásnak háttal állunk, 3-ra elindulunk, izomból ide sprintelünk a bójákhoz, amiket szépen szlalomba meg kell kerülni. Majd látjátok ezt a 3-4 szöget, ezekbe kell egyesével belelépni, majd a fent álló akadályt le kell döntenünk, miután visszafuthatunk gyorsan sprintbe, újra megcsináljuk a szlalomot, és aki előbb érinti a labdát, az nyeri a feladatot. Lássuk. Akkor kezdhetjük első menet. Győzzön a jobbik, én azt mondom. Oké, de azért... Mondjad. Nem, nagyon kicsit biztos előbb érek ide. Legyen így. 1, 2, 3. Hú, az meg, de rossz volt ez. Beleakadt a lábam, Azt a kurva, de belerúgtam. Érdekes volt ez az első futás. Egy picit talán lemaradtam. De hozzátenném, hogy nagyon nagyot belerúgtam abba, és kizökkentem. Félek, hogy attól független is lemaradtam volna. Jó, második futás. Magasról lehet nagyot esni. Nekem már nincs hova esnem ezen a ponton. 1, 2, 3. Egy párat. Nem baj. Harmadikra talán sikerül. Bár egy picit most alul maradtam, de most jön az igazi csavar. Kingán van most ez a Insta 360 kamera, szóval ez a 400-500 gram őt fogja az egész feladat alatt visszahúzni. Meglátjuk így, mi lesz a különbség, és ebből tudunk majd azért mérlegelni, hogy valójában mi is volt a reális felállás. Egyetértesz ezzel? Hát meglátjuk, reméljük, hogy nem ez lesz a visszahúzó. Biztos vagyok benne, hogy ez volt a probléma. Most vázolom is, hogy ez hogy néz ki úgy, hogyha én szabadon futok, semmi nehezékkel. Számolhattok, srácok, nagyon készen állok. 1, 2, 3. Jaj, baszik! A rohadt életbe. Van egy probléma. Igen? Nem rúgtam. Ez az egy pont! Let's go!
Kinga, mit csináltam volna jobban ezen a feladaton, mert nagyon nem ment, és nem értem, hogy hogy lehet, hogy 3x3-szor elég látványosan legyőztél. Mi volt a baj? Hát, hogyha adhatnék egy tanácsot, akkor legközelebb én úgy csinálnám, hogy nagyon figyelj szerintem a kitámasztásokra, mert nagyon sokat tötyögtél. Egyik oldal, másik oldal, és tényleg ez a nagyon gyors mozgás. Jó jövőre begyakorlom, mentségemre szóljon. Szerintem még nem csináltam soha ilyet, de majd belejövök. Ígérem, csak a kedvedért fogom még gyakorolni. Jó, akkor majd egy visszavágó. Legyen, de most nézzük a legutolsó feladatot, ami Skander lesz. Ha! Nem. Mondom, mi lesz az utolsó feladat. Elérkeztünk a videó utolsó feladatához, ahol a passzolási pontosságunkat fogjuk megmérni. Mögöttünk található 4 kiskapu, ezek 1-1 pontot érnek, illetve egy utolsó labdával a kapufát is megcélozhatjuk, ez viszont 2 pontot fog érni. Nagyon bízok ebben, hogy meg lesz, mert nekem most már ez az utolsó mencsváram, de értékeld feladat előtt, hogy mit gondolsz, mi lesz itt az eredmény. Hát igen, jó lenne, hogyha valami eredményt most már elérnél. 5x5, ennél kevesebben nem érem be, baszki. Azaz, figyeld! Nem baj, hogy ott van, nem baj, hogy zavar. Figyelj! Az a crossbáros labda. Figyelek, koncentrálok. Na mindegy, egy hiba belefér még. Húra élet. Most kell koncentrálni. Ha? Az fölé ment. Az előző rugásokat látván muszáj lesz 3-at minimum berúgnom, úgyhogy szurkoljatok. Hajrá! Én szurkolok. Köszönöm. Én nagyon szurkolok. Mindegy, az nekem is megvolt amúgy. Az is. Csak úgy mondom. Hű, de meleg a pite. Ne csináld már! Még az kellett volna. Hú, hát sajnos eldőlt megint az én javamra. Tudod mit? Megadom. Köszönöm szép szépen, munka volt. Méltó ellenfél voltál. Köszönjük szépen még egyszer, hogy eljöttél. Értékeltem. Köszönöm szépen én is. Megyek, kiheverem ezt a mai napot. Így a videó végére érve ki kéne értékelnem, hogy mégis mit gondolok most a női fociról, mit gondolok a saját teljesítményemről. Elsősorban el kell mondom, hogy Csiki Annával is készült egy videó felvétel, de ott az anyagok felét elvesztettük, viszont TikTokra vágtam belőle egy ilyen kisebb videót, azt nézzétek meg, Kukac Freestyle Foci TikTok oldalán. Változott-e a véleményem a női fociról? Igenis. Meg nem is. Ezt látni kell, hogy én ugye freestyle focista vagyok, összesen életemben fociztam egy évet, hogyha mindent összeadunk. Szóval nekem azért nincs sok közöm a focihoz. És a videó végére már egy olyan narratíva formálódott meg bennem, hogy a női foci igenis jó, és sokkal jobb, mint gondoltam, de bőven van még hova fejlődnie a női labdarúgásnak. Jelenleg ellenére azért becsülöm a lányokat, mert komolyan edzenek, és akik már a női magyar labdarúgó válogatottig eljutnak, igenis jó játékosok, ezt most test közelből is tapasztaltam. Szóval ilyen szempontból igen változott a véleményem. Reméljük, hogy ez a videó elindít valamit, én bízom benne. Nabil voltam, Freestyle FC csatorna, és találkozunk a legközelebbi videóba, lehet, hogy a pályán, lehet, hogy a grundon. Addig is, sziasztok!